Nagy szeretettel köszöntjük a BNTV kedves nézőit, Magyar Természetgyógyász Harckép csarnokunkban. Daróczi Zoltán úrral beszélgetünk, szervusz, Zoli. Szervusz, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És egy igazi szerelméről beszélgetünk, a mézről, mert a méz több, mint méz, hogyha itt idézhetek a feliratokból. Ez tradicionális elkötelezettség, szülői ágon, nagyszülői ágon, stb. És miért különleges dolog a méz az életünkben, és mit tudnánk még jobban elősegíteni, hogyha sokkal több mézet fogyasztanánk, illetve itt nem csak egyszerű mézről van szó, hanem mindenféle különlegességről. Nagyon jól érzem itt magam itt a napraforgóról készült kép mellett. Nagyon sok ilyet fényképeztem én is, hiszen az Alföldön a jellegzetes a napraforgó. És talán 3-4 éves lehettem, amikor a legelső keretet megfogtam teli méhecskékkel, és akkor vittem be, hogy na, én is segítek a méhészetbe. Csak úgy, egy kis logdottya volt rajtam, és egyetlen egy méh nem szúrt meg. Pedig végig lesöpörtem, ugye, ahogy a fűbe vittem. Tehát van egy olyan rész, vagy részem a lelkemnek, hogy a méhek úgy nagyon, tehát úgy én is kedvelem őket, és ők is engem. Tradicionálisan, mondanám, ugye a... hogy csípnek a méhek, de nem csípnek. Szúrnak. Tehát ha a fulánkot ugye, értem, de... csak ez a köznyelvben úgy van, hogy csípnek a méhek. Oké, de hát csípnek, tehát ezért nem szúrnak. Tehát... Igen. És hát ugye méhészkedtünk. Édesapám a mai napig méhészkedik. Én a apiterápiát igyekszem majd megvalósítani Debrecenben. Az apiterápia az egy gyűjtőnév. Nagyon sokféle apiterápiás készítmény van. A legismertebbek ugye a méz, a méméreg, amit majd szeretnék majd csinálni, mézszúrás terápiát, kaptár levegő, mert a kaptárok levegője olyan steril, és olyan klímát biztosít, hogy nagyon sok légzőszervrendszeri problémával küszködő embernek nagyon jó. Tehát képzelje le egy maszkot, egy állarcot, és a csővel össze vagy kötve a kaptár belső terével. És te azt lélegzed be. Na, valahogy hasonlót kell elképzelni, vagy vannak méhes házak, és akkor a rostaszövet van, tehát a méhekkel kvázi nem tudnak átjönni, de benne vagy abban a klímában. És a méhek hangja az egy olyan nyugtató tud lenni, az a finom, halk döngicsélés, hogy az valami csodálatos. Na de mondj még, vagy a kedves nézők, mondjanak még egy olyan emberi fogyasztásra alkalmas táplálékot, amely 5-6 vagy még több ezer évet kibír a föld mélyén, vagy a tenger mélyén. Én nem tudok. Na ez a méz. Mert találtak már piramisok mélyén, találtak már elsüllyedt gályáknál a tengerek mélyén. Így van. És emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát a legelterjedtebb a méz. Na most a méhecskék is, hogy egyre urbanizálódnak, ezért nagyon érdekes, hogy ilyen mélegelőket akarnak a városokban, hát ez nem jó irány, mert a méhecskék nem érzik jól magukat a városokban, és nem is az, hanem felhívom a kedves nézők figyelmét, a legnagyobb probléma az elektromágneses háttérsugárzás, amely a városokat át és átszövi. Tehát ne legyünk illúzióba. Ha a méhek elkezdenek lebetegedni, már pedig elkezdtek, minden harmadik falat étel a méhek vagy egyéb beporzó rovarok segítségével készül el. És a méhek lecsökkennek, éhínség lesz. Pont. Tehát ébresztő, kedves nézők. De figyelj, mert annyi ilyet hallottunk már, és lásd a fecskéket, vagy bármilyen dolgokat, és ugye az ember néz, bólogat, most is jól tudok képen előtt,
És az égvilágon semmit, nem veri le ezt a rádióantennákat, nem foglalkozik, vagy ezt őt ugyanúgy érinti. Mm. És gyakorlatilag várjuk a csodát, de közben tudjuk, hogy folyamatosan egy önpusztító életformát élünk. A csoda itt lenne bennünk. Mm. Tehát a csodát itt nekünk kellene elindítani. Mm. Itt kell döntést hozni. Na ez nagyon nehéz a mai kor emberének, meg mindenki kívülről várja a problémájára a gyógyírt. Itt kellene, hogyha itt megérik, akkor szépen elindul, ha itt rend van, akkor rend lesz kívül. Uh-huh. Na most itt ezek a készítmények, amit kérdezted, ugye édesapám méhészkedik a mai napig, 87. évében van, jól van. A bátyám élelmiszeripari szakmérnök. És így indult el, én pedig természetgyógyászként, fitoterapeutaként és apiterapeutaként, hogy bioméhészet irányába indult el a kutatás. A bioméhészet azt jelenti, hogy hogyan lehetne kiváltani a nagyon erős gyógyszereket, és a mézekben ne legyen szer maradvány. Ez az egyik. A másik, hogy óvatatlan a piacgazdaság globálisan hozza be a méznek mondott különböző izocukros kivonatokat. Ezt úgy képzeled el is van, és a kedves nézők, hogy például vannak ilyen nagy üvegházak, és a méhecskéknek különböző energia növényekből készített szirupot kínálnak oda, és ezt a méhecskék ugye ugyanúgy felszívják, mint a virágokra, ahogy döngicsélnek és gyűjtik a nektárokat. Mm-hmm. Na most ez ma már Magyarországon is egyre nagyobb számban fordul elő, hogy a polcokon megjelennek ilyen méznek mondott, vagy általában ezeket a készítményeket keverik normál mézekkel, és egy bizonyos arányt próbálnak beállítani. Egy átlagember nem tudja pusztán az ízérzékelés alapján meghatározni, hogy na ebben mennyi az igazi virágok nektárjából, napraforgóból gyűjtött méz, és mennyi az izocukorból hozzátett egyéb anyag. Tehát a és ez is tönkreteszi a méheket. És a bioméhészek így indultak el, hogy a méh betegségeket hogyan lehetne kezelni. Különböző gyógyszeres, kémiai szerek nélkül. Jöttek be illóolajok, és jöttek be olyan gyógynövények, amelyeknek tudjuk, hogy eleve nagyon jó, erős, antivirális, bakteriális, antibakteriális hatásai vannak. Itt van például az egyik legelső készítmény, ami Omét nagydíjat nyert, és kiváló magyar áruk fórumát nyert. A magyar Viagra köznyelben. Tök magos méz. Nyilván nem mindegy a tök mag bele, és nem mindegy a technológia, mert a méz tetejére minden feljön. Ez egy, mert a fajsúlybeli különbség miatt. Tehát így a bátyám, mint élelmiszeripari mérnök, ezt kezdte el kikísérletezni, hogy hogyan lehet, milyen olajtök magot lehet beletenni a mézbe, mert a mai napig a gyógynövény hatóanyagokat alkohollal vagy mézzel lehet kivonatolni. Nincs, nem ismerünk más megoldást, természetes kivonatolást. Glicerin, ecet, alkohol. Igen, igen, folytasd. Az alkohol rendben van, az ecet sav, és gondolj bele a méz savra, kettő együtt. Uh-huh. Nem jó irány, István, próbáltuk már. Uh-huh. A glicerin, az is nem jó irány. Uh-huh. Tehát itt azt nézzük meg, tehát van egy adag gyógynövény. Az adag gyógynövényből hogyan veszed ki a legnagyobb hatóanyag tartalmat, hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Uh-huh. Oké, hogy benne van, de hogy szívódik föl? Na ebből született ez a több, mint méz, mely szabadalommal védett, hogy a méhecskéknek olyan, amúgy, amikor a nagy hordás időszak van, napraforgó, akácvirág, bodza, facélia és egyebek, akkor ezeket a méh nyilván a napraforgóra megy,
nem a zsájára, ami kevesebb van, a nagy tömegű virágokra megy rá, vagy a nagy tömegű akácra, vagy a nagy tömegű repcére megy rá. És akkor így nagyon kevés kakukkfű, zsája, bodza, egyéb van, mert együtt virágzik. Na most a méhecske egy nagyon intelligens lény. És nyilván, ahol nagy tömegben van valami, azt részesíti előnybe. De a mély betegségek, amit csak egyik például a elektromágneses háttérsugárzás, a másik a különböző mezőgazdasági permetezésekből adódó problémák, a harmadik az urbanizáció, hogy olyan vizet, vízhez jut hozzá, ami nem éppen egészséges. Hogy például kamilla, hogy például csalán, ami effektíve nem mézzel, de csodálatos gyógynövény. És így születtek meg körülbelül a két debreceni bioméhész jóvoltából a kísérletek. A kísérletek ma már odáig jutottak, hogy egy kórházban humán klinikai vizsgálatokat végeztünk, kettős vak random kísérlettel, kontrollcsoport és aki szedte a készítményeket. Egyelőre még csak hármat sikerült elérni. Az egyikkel elértük, hogy például a trombocita szám termelés jóval magasabb lett egy készítménnyel. A másik készítménnyel el lehetett azt érni, hogy ugye van egy olyan a köztudatban, hogy a cukorbetegeknek mézet nem lehet adni. Na most bizonyos mézkészítményt viszont lehet adni, és erre ma már humán klinikai vizsgálati eredmények vannak, fogja majd követni több ilyen vizsgálat, és erről volt egy előadás, amire utaltam már, a Magyar Integratív Medicina Szövetségnek volt egy konferenciája, és ott be is számoltunk erről. Na, hogy haladjunk. Ő itt egy zöld algás elnézést. Egy zöld algás. Ez azt jelenti, hogy az algát fölleteted a méhecskével, nem? Nem teljesen. Nem? Tehát itt jön a technológia, István. Tehát a méhecske egy nagyon intelligens lény. Meg kell kínálni, hogy annak a beltartalmi értéke, a szárazanyag tartalma, a hőmérséklete és egyebe, az elfogadható legyen. Ha elfogadott, nagyon jó mehúsok a méhecskék, behordják a lépekbe, és ugyanúgy történik a méz készítése, mintha a napraforgóról gyűjteni. De a méhek valami olyasmit tesznek hozzá, amit mi nem tudunk. Vagyis, amikor egy gyógynövény kivonattal kínáljuk meg, például alga kivonattal, csalán kivonattal, vagy ambrózia kivonattal, vagy bármivel, a hatóanyag tartalom egy ilyen készítményben 2-3-szorosa, mint ha a kész gyógynövényt beleáztatod a gyógynövénybe, és úgy próbálod kivonatolni. Tehát az első fázis ugye az volt, hogy a méhek egészségét tudni. A második fázis az, hogy a hatóanyag tartalmat hogy lehet növelni. Például egy csalán hatóanyagot kivonatolni. Levágod a kész csalánt, és beleteszed a mézbe. Ez is egy megoldás. Ez nagyon jó. De ezzel a módszerrel, amit meg lehet nézni, a Debreceni Egyetem laborjában készültek, a hatóanyag tartalom, polifenol tartalom és egyéb antioxidánsok tartalma a olyan mézekbe beállszatott gyógynövényekéhez képest 2-3-szorosa. Tehát kvázi affektíve ezek egy energia raktárok, egy akkumulátorok, amit a legyengült szervezet számára oda lehet adni. És a harmadik, amiről utaltam, hogy egy vidéki, nagy vidéki kórházban humán klinikai vizsgálatok folytak, megvannak már a mérési eredmények, és ebből akarunk majd publikálni, hogy például van olyan készítmény, amely a vércukor szintet szignifikánsan csökkenti, van olyan készítmény, amely a trombocita számot emeli, tehát akinek ilyen jellegű vérképzőszervi problémái vannak,
és vannak olyanok, amelynek a hatóanyag tartalma, például az alga kivonat, ami az egyéb a kezedben volt, ezzel a méhek egészségi állapotát hosszú távon nagyon jól lehet majd növelni, hiszen ott is vannak méregtelenítési igények, ott is vannak toxikus igények egyéb. És amit a kezedben fogsz, úgymondosan, 2017-ig abszolút szabályosan lehetett kapni az üzletekben. 2017 óta már csak így terápiásan lehet alkalmazni, azért, mert további eredményeket várunk még, én bízom benne, hogy ugyanúgy vissza fog majd kerülni a boltok polcára. Ő a különböző allergiás tünetek enyhítésében csodálatos eredményekről számoltunk be. Ma már csak mutatóba van, de annak idején külön pályázati forrást kaptunk a kutatásukról. Most ez egy picikét úgy leállt ez a kutatás, de bízunk benne, illetve a kutatás nem állt le, hanem a forgalmazás. És bízunk benne, hogy hamarosan nem csak a betegeim kaphatnak, hanem a nagyközönség számára is, mindenki számára elérhetővé válik, mert a mai allergiás világban nagyon nagy szükség lesz majd rá. Barlagfű, mikor kezd el virágzani? Hát mikor kezd el? Hát szerintem már... Már lehet már vele lehet, találkozni, és ez tart augusztustól. De a tapasztalatok azt mutatták, tehát 2017-ig, amikor abszolút egy állami támogatással folytak a kísérletek, hogy nem csak a augusztusban virágzó parlagfű, hanem a indult tavasszal a mogyoró, a nyír, aztán jönnek a különböző fűfélék, jönnek a különböző egyéb növényi allergiák, és vannak olyan eredményeink, amelyek egyéb allergiás problémák kezelésében is sikerre lehetett alkalmazni. Valami olyasmit tudnak a méhecskék, garat, mirigy váladékával beoltják ezt a készítményt, amit mi emberek nem tudjuk még ezt a technológiát, és így érik el ezt a csodálatos hatást. De ugyanúgy el lehet mondani például a zöld dió készítményről is, na ezt kapták többek között azok az emberek bent a egyik nagy vidéki kórházban, ahol az eredmények alapján a vércukorszint szignifikánsan csökkent. Na most természetesen még vannak kutatások, természetesen még haladunk előre, természetesen ezzel még nincsen vége. Publikációkat szeretnénk, egy tudásbázis létrehozni. Ugye utaltam rá, hogy Bernard Ilonával közösen alapítottuk a Népi Gyógyászat Alapítványt, és a tudást megpróbáljuk megőrizni, hogy eljusson mindenkihez ez a tudás. Ezért akarunk egy tudásbázist létrehozni, és erre hívunk minden kedves érdeklődőt, hogyha másnak is van ilyen információja, ilyen ismerete, akkor kapcsolódjunk, és rakjuk össze, mert ezek kincsek, és a mai világban ezek fel fognak értékelődni. Tehát mi az alapítvány keretein belül nyomtatott és elektronikus úton leírjuk a tapasztalatainkat, ezeket megpróbáljuk minél több emberhez eljuttatni. Tervezünk iskolákba, különböző fórumokon, különböző konferenciákon megjelenni, egészségnapokon megjelenni, és ott tartunk, beszámolunk ezeknek a eredményeiről, és amikor pedig nem tudjuk ezt megvalósítani, akkor gyűjtjük az adatokat. Most erre az adatgyűjtésre hívjuk minden kedves vendéget, és minden kedves tanítvány, pácienst, mindenkit, aki érdeklődik a természetes gyógymódok iránt, hogy mentsük át ezt a tudást. Utolsó kérdésem, hogy egy ilyen kis üveget hazavisz a mamóka, vagy apóka, vagy bárki, ez mire elég, mennyire... Elég, mennyire hatás? Mivel a hatóanyag tartalma körülbelül 2 és 3-szoros attól függ, hogy éppen melyikről van szó, úgy kell kalkulálni, hogy kezdetben egy borsónyit, utána egy cseresznyeméretet, ez durván egy teáskanálnyi mennyiség. Aha. Tehát ez a kis üveg, amit a kezedben fogsz, az attól függ, hogy testtömeghez viszonyítunk, körülbelül 2 és 3 hét közötti időszakra elég. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a mézes beszélgetést, és egyébként én
empirikus úton vonzódom a mézhez gyerekkicsi korom óta. Amikor én megpróbáltam a méhecskékkel barátkozni, engem ugyan összeszurkáltak, de láttam, hogy neked ez jobban sikerült. Ez egy alkatfüggő. Ja, alkatfüggő. Hát én nekem olyan az alkatom, meg eleve így indultam valami miatt, amit nem tudunk ugye irányítani, de mi azért vagyunk, hogy ezt neked is és minden kedves érdeklődőknek át tudjuk majd adni. Nagyon szépen köszönöm. És akkor hogy keresi beüti, hogy több mint méz, vagy mit kell beütni, hogy megtaláljanak téged? Akár, ugye most átalakítás alatt van, akár az én nevemet, hogy Daróczi Zoltán, akár a több mint méz, akár, hogy Népi Gyógyászatunk Alapítvány, akár, hogy Magyar Integratív Medicina Szövetség, több szinten fórumon meg lehet bennünket találni. Egyébként létrehoztunk a tanítványaimmal, én nem tudok, hogy lenne még egy ilyen nagy interaktív levelező lista, ami indult a tanítványaimból, közvetlen betegeimből és tanítványaim betegeiből alakult ez ki. Ez gyakorlatilag lassan a 700 főt éri el ez az adatbázis, ahol a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani, de abban is tudunk segíteni István, hogy mit tudom én, Sopronba keres valaki természetgyógyászt, Záhonyba keres valaki természetgyógyászt, milyen terápiás módszert ajánl valaki egy mánduki vagy egy záhonyi idős cukorbeteg embernek. Mert akkor ott a helyhez közel, az az életszerű, ne utazzon, ott a helyszínhez közel próbálnánk ugye megvalósítani egy szakember találni számára. És ez az adatbázis él, ide is várom a kedves érdeklődőket, akik terapeuták. Az igazság, hogy fantasztikus, jó, didaktikus úton tudsz előadni. Szerintem, hál' Istennek, nem ebben a világban cseperedtél, hanem természetgyógyászat, oktatás, stb. De egyébként a világon bármit, ahogy meg tudsz győzni bárkit bármiről, szerintem a halat is meg tudod győzni, hogy utána a méhecskéket utánozza. Ez most hülye vicc volt, bocsánat. A másik az, hogy nekem a napraforgó nagyon nagy kedvencem. Ugye fogják és augusztusban glifozáttal leégetik, hogy le lehessen őket aratni. Na gondolj bele István a gyerekkorunkra, amikor nem ezek a hibrid napraforgók voltak. Szaladgáltam a hónom alatt egy ilyen fejjel, és azt sipegettem ki belőle. A régi nagy napraforgók ugye 2-3 méterről tekintettek le ránk. Ezek a mai napraforgók olyan 130-140 centi, tehát ez nem az a kategória. És akkor jött a tehenünk, és a izikóróna keszélt el. Izikóró, nagyon már mindig azt adogatott a tejének. Megrákcsált, és ha megmaradt, azzal gyűjtöttünk be a kemencébe, és azzal sütöttük a kenyeret. Látjuk, hogy közeli vidékben. Így van, és az én nagymamám meg úgy hívta, mivel annak idején még bennük volt, hogy az egylábú disznó zsírja. Mert a régi, nem a mostani hibrid napraforgó, a régi napraforgóból ugye nyomott, vagy olajütővel kinyert napraforgó olaj, össze sem lehet hasonlítani a mai hibrid napraforgóból kinyert olajjal. No, de ez már egy másik téma lenne. Másik téma. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Szerintem újabb tudást tudtunk szerezni. Ez fantasztikus dolog, hogy akár kék algából, zöld algából, zöld dióból is lehet csodálatos mézet készíteni. Hát erre valók a technológiák. Itt, bocsánat, hadd egészítsem ki. Az a hivatalos nem, hogy mézkészítmény, mert nem a, tehát mint a nektárt, egy gyógy növény kivonatot kínálunk meg a méhecskékkel, és ők nagyon jó meósok, és ugyanúgy bedolgozzák, ha tudjuk, hogy milyen. Na, ez kellett a több évtizednyi tapasztalat, méhész tapasztalat, hogy milyen módon, hogyan lehet a méhekkel ezt megkínálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkínáltál bennünket ez a tudással, önöknek is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, és tanáldja önöket.